Gáti Oszkár kénytelen volt úgy dönteni, hogy bezárják a győri színházat. A színész 3 éve működtette már Győrben a Menház színpadot, ami az első előadások óta telt házzal üzemelt. A színház igazgató azonban, aki egyszerre volt jegypénztáros is, most úgy határozott, nem folytatja tovább, az elmaradó TAU támogatások miatt képtelen tovább fenntartani a teátrumot. Egy évadra 25 millió forintra lett volna szükségük, ezt azonban önmaguk nem tudják előteremteni. Mintegy 500 színész veszíti el most munkáját, 10 000 néző pedig a szórakozását. Gáti Oszkár közel 1 éve küzdött színházáért, hosszú hónapok teltek el pusztán azzal, hogy megpróbáljon olyan épületet találni, ahol tovább folytathatják a munkát, miután eredeti helyükön nem maradhattak tovább. Be kellett azonban látnia, hogy anyagilag képtelenek ezt megoldani, legalábbis a támogatás nélkül az pedig nem érkezik meg. Végül elengedte, hogy színházat működtessen, el kellett engednem, vallotta be a Kisalföld. Húnak. 70 éves vagyok, soha nem ünnepeltem a születésnapomat, csak maximum nagyon szűk családi körben. Nem volt meglepetésparti a 70 év alatt, gondoltam, hogy a 70-et megünneplem a kedves nézőkkel. Ez most elmarad. Visszatérek az eredetihez, otthon, családi körben.